Kerepesről, a Szabó Magda könyvtárból jelentkezünk, folytatjuk azt a beszélgetést, amit a 100 évvel ezelőtt befejeződött első világháborúval kapcsolatban kezdtünk. És a következő vendégünk egy olyan kerepesi férfiember, akinek családi kapcsolatai rémén vannak kötődései az első világháborúhoz. Tóth Lajos urat köszöntöm itt az alkalmi stúdiónkban, aki bizonyára sokan tudják, Kerepes polgármestere is volt, de most nem ez a fő téma, hanem úgy tudjuk, hogy talán az ön nagypapája is harcolt az első világháborúban. Így van? Így van. Hát ugye nagyapám 1891-ben született, Molnár legény volt, ugye letöltött a katona idejét, majd 1914-ben megházasodott, és 15 szeptemberében megszületett az én édesanyám. Ezután alig pár hónap múlva, valamikor 16 elején behívták katonának, és az olasz frontra került. Ott Isonzónál jó néhány csatában részt vett, ahol az egyik csata során az olasz ágyútűz során megsebesült. Megsebesült a lábán, meg a hátán, voltak a sebesülések, és így mondhatni szerencsével, de haza tudott jönni. Tehát, Maradtak fent esetleg levelei, képeslapjai, tábori képeslap, amit haza küldött, vagy az nem? Nincsen, lehet, hogy valahol a rokonságban vannak. Nekem tulajdonképpen van két fotóm erről, a katonafotó róla. Ezeket majd megmutatjuk közelről is, a kedves nézőknek is. Ez róla, és ez, amit említettem, ugye az édesanyám. Tehát, hogyha anyai nagyapja, akkor meg kell kérdeznem, hogy hogy hívták a kedves nagypapát. Pejcsik Gyula. Pejcsik ő Gyula. Volt. Akkor ők Rákos Csabán éltek, a nagypapa Rákos Csabán született, még édesanyám is Rákos Csabán született. Azután költöztek át Kerepesre, ahol ő megépítette a malmát. Tehát az ő saját malmában volt Molnár. Hát ugye először, később, igen, de itt azt 1921-ben alapította. És ez itt volt valahol Kistarcsa és Kerepes határán? Itt egészen a falu elején, ahol a kutyaiskola volt, meg hát most ott amellett mindjárt az első ház, Pejcsik Gyula hengermalma volt, 1921-ben nyitott, és egészen az államosításig gyakorlatilag ő vitte, ő volt itt a Molnár. És akkor úgy nem volt az a nagy szerencséje, hogy utána, miután elvették tőle a malmot, akkor dolgozhatott benne alkalmazottként? Nem, az sem. Tudja, meg kapcsolódik a dologhoz, kinek mi köze hozzá, de elmondom, az én nagyapám meg pék volt, akitől ugye elvették a pékségét, de utána dolgozhatott benne, ugye? Hát ugye alkalmazottként. Mindent a malomér az 50-es évek elején újította fel az egész malmot. Addig ez gőzgépes meghajtású volt, akkor átállította villanymotoros meghajtásra. Az épületet fölújtatta, a technológiát, mindent megvett, új hengerszéket, ami akkora érték volt, mint a mi házunk itt most. Még be se tudta állítani, amikor államosították. A gőzgépet ott törték össze az udvaron, a berendezéseknek a részét elvitték, azt hiszem Szentendrei ott abban a malomba. Viszont akkor őnek megadatott az a szerencse, hogy a háborútját, nagyapját ismerhette. Hogyne, nagyon jól. Hát nagyon-nagyon szerettük a nagypapát, és hosszú életet élt, tehát 85 éves korában halt meg. És mesélt ő bármit is a háborús élményeiről? Túl sokat nem. Szóval valahogy úgy nem volt büszke erre, vagy hogy mondjam, hogy ő részt vett ebben a háborúban, és ott megsebesült. Nem nagyon. Igen, ez általános tapasztalat egyébként. És azt tudjuk-e, hogy a Isonzói front mely szakaszain, tehát úgy konkrét földrajzi nevek nem jöttek elő esetleg? Úgy nem nagyon. Hát ugye ott 12 csata volt.
Pontosan. És ő valamikor ugye 16 első felébe került oda, arra a frontszakaszra. Hát akkor ez már ott a 6., 7., 8. front volt. Akkor Doberdót már feladtuk. Igen, igen. Tehát nem a doberdói részen, hanem ott kicsit följebb. Ott vett részt a harcokba. Hát úgy, amit az ember úgy látott filmeken is, meg amit úgy, hogy kicsit visszaidézi, elmondta, ugye, hogy nagy árkokat ástak, és azokban az árkokban tulajdonképpen ott élték le az életüket, onnan harcoltak, vagy azért harcoltak, ott vívtak harcokat ezekben az árkokban, és hát ott sebesült meg tulajdonképpen ő is. Igen. Egyébként milyen fegyvernemnél, meg tudjuk egy melyik ezrednél szolgál? Nem, valamelyik budapesti. Így, az a 32-es lehet akkor a 32-es. Konkrétan így nem tudom, de egy budapesti ezrednél szolgál. És lövész volt, vagy? Lövész volt. Azaz gyalogos, hát annak idején igen, úgy hívták. Igen. Úgy tudom, hogy a nagyapjának volt egy testvére is, aki szintén ott harcolt. Igen, az öccse. Aki szintén ugye a Molnár mesterséget tanulta ki, és Kistarcsán vízimalmot épített körülbelül. Ó, a két Molnár. Körülbelül abban az időben, mikor a nagyapám itt a gőzgépes malmát építette. Hát akkor itt egymással rivalizált a két Molnár. Igen, az pedig ott volt ez a vízimalom, ahogy Nagytarcsára megyünk a kanyarba. Uh-huh. Ott ahol a kőkereszt van most valahol? Ott. Hát ez érdekes. Jó, és egyébként egyszerre vonultak be, és egy helyütt szolgált? Valahogy nem egészen egyszerre. A Feri bácsi az öccse volt, ő valamivel később, és ő tulajdonképpen sebesülés nélkül, sőt, a háborúban szerzett érdemei miatt is a későbbiekben ő vitézi rangot, vagy címet, vagy nem tudom, hogy mondjam, kapott. Tehát akkor ő neki már rendfokozata is kellett, hogy legyen, nem? Hogy? Akkor nem sima gyalogos honvéd igen, volt, hanem... Igen, nem, ő már neki volt valamilyen rendfokozata. De nem tudjuk, hogy mi. Nem, hát ezt nem tudom. De hát mert... akkor, hogyha épségbe haza került, akkor valószínűleg végigharcolta a kaporettói áttörést, és egészen a piába... Igen, és mondom, hogy ő aztán ő vitézi rangot, vagy címet kapott. Hát igen, azt nem mindenki mondott el magáról, az egy szép elismerés volt. Hogy emlékezett? Róla is van egyébként, azt hiszem, egy fényképen, akkor... ahol a két Pejcsik fiú, mert a Pejcsikek voltak együtt. Igen, megpróbáljuk felfedezni, de hát nem, ez még valószínűleg itt a... De van neki rendfokozata, itt látom. Van, már ott ő ül. Ő az, aki ül. Hát vagy főhadnagy, vagy törzsőrmester. Törzsőrmester? Igen. Igen, mert elég sötét a fotó, sőt, az akkori rendfokozatokból olyan jól el sem igazodom. De látszik, ugye, hát mégiscsak ő a magasabb rendfokozatú, ő ül, pedig igen. Ő a fiatalabb. Hát milyen dolgok ezek, ugye? Igen. Pedig ha nem lettek volna katonák, biztos fordítva van. Igen. Jó, ezt is megmutatjuk akkor a kedves nézőknek. Hogy élt a család emlékezetében az a két rokon, ugye a nagyapa meg a kvázi nagyapai nagybácsi, hogy azért élt az emlékük, beszélgettek róluk, mert hát ugye tudjuk, olykorban nőttünk fel, ön is, meg én is, leginkább amikor nem csak, hogy a nagypapák nem beszéltek róla, hanem mi se tanultunk róla az iskolában. Hát így van, az iskolában mi nem tanultuk ezt olyan mélységig, vagy olyan, igen, olyan részletesen, olyan mélységig, és tulajdonképpen akik azért nálunk többet tudnának erről mondani, sajnos már nem élnek, mert nyilván az édesanyám erről sokkal többet tudott volna, vagy tudna mondani, mint hát áttételesen aztán én. Hát nagyon szépen köszönjük, azt gondolom, hogy ezek szép emlékek, és ugye tényleg azon ritka családok egyike, akiknél a nagypapa nevét nem feledékenységből nem bízték föl az emlékműre, hanem azért, mert hazatértek. Túlélték. Igen. Köszönjük szépen Tóth Lajosnak, hogy itt volt velünk.